kívánok! 2018 centenáriumi év, és Románia most ünnepli a modern Románia fennállásának 100. évfordulóját. Mi meg egy olyan eseményre emlékezünk, tehát hangsúlyozom, hogy nem ünneplünk, amely egybeesik a kisebbségbe kerülésünk időpontjával. Egy rendezvénysorozatot szervezett az RMDS, amelynek része ez az előadás is. Számba venni az elmúlt 100 évünket, mi is történt, és én ebből az elmúlt 100 évből, mint ahogy látható is, egy nagyon intenzív és izgalmas 24 évet mutatok be, tehát a 100 évnek egy negyede ehhez a úriemberhez köthető, aki pont Marosvásárhelyen van, a Teleki Téka épületében kiállítást néz, olyan illusztri személyek társaságában, mint Fazekas János vagy Gere Mihály, és valahol ott a háttérben, mert itt volt ezen a látogatáson Sütő András is. Tehát ugye a politikában, történelemben, politológiában felmerül a kérdés, hogy mikor beszélünk egy valaki nevével fémjelzett rendszerről. Ceausescu korszak, Horthy korszak, hát azt mondjuk, hogy olyankor, amikor az adott személy neve, politikai tevékenysége annyira rányomja a bélyegét az ország, a politika, a gazdaság, a kultúra működésére, hogy teljesen befolyásolja annak alakulását, ekkor ilyenkor beszélhetünk Ceausescu rendszerről. Tehát a mi esetünkben megegyezhetünk abban, hogy beszélhetünk Ceausescu rendszerről. 65 és 89 közötti időszakban, és hogyan beszélünk a Ceausescu rendszerről? Itt többféle megközelítés lehet. Az első az, hogy mi úgy beszélünk a magyarság történetéről, mint egy szenvedés történet. Én azt mondom, hogy a mi életünk nem csak szenvedésből áll. Van egy olyan nézőpont is, hogy azt mondjuk, hogy a román-magyar együttélés egy alapjában békés, egymás mellett jól megférő együttélés, csak fentről gerjesztik a konfliktust. Én azt sem hiszem, akik marosvásárhelyiek tudják azt, hogy nem, tehát lehet fentről is gerjeszteni konfliktust, és sokszor meg is történik, de vannak más típusú konfliktusok is. Én azt mondom, ha már az elmúlt 100 év apropóján találkozunk és beszélgetünk, akkor vizsgáljuk meg úgy ezt a történetet, és az elmúlt 100 évet is, mint egy változó hatások nyomán történő, minduntalan fel és megújuló építkezést. Bármilyen időszak jöjjön, bármilyen szorítás vagy lazítás, az erdélyi magyarság mindig újjászervezi magát, mindig talál valami kapaszkodót, és én ezt tartom az elmúlt 100 éves létünknek, egy létünk egyik alapjának. Tehát gondoljanak bele, hogy az elmúlt 100 év alatt a történelem szele kifújta a Kárpát-medencéből a zsidókat, a szászokat, hol vannak már az örmények, hol vannak más népek, és mi megfogyatkozva, de megtörve nem, hogy fogalmazzak így, itt vagyunk, és ennek azt látom, az a garanciája ennek, hogy mindig, tehát bármilyen korszakban volt egy intézményes felépülésünk. Tehát, hogy mindig intézményeket építettünk, és megtermeltük az elitet, megtermeltük a kultúrát, és volt egy tömeg, volt egy demográfiai bázisunk is ehhez. Itt közben lehet olvasni ezt a szép idézetet, hát innen indulunk ettől a Ceausescu idézettől, de hogy hogyan jutottunk el ettől a kijelentéstől oda, hogy a 80-as évek végén már nyílt asszimiláció van, és benne van a rendszerben az, hogy akár etnikai konfliktus is lehet, és hát lett is, pontosabban itt Marosvásárhelyen. Miről beszélünk? A különböző korszakokról beszélünk. Én ennyi alkorszakra osztottam föl ezt a 24 évet, azért, mert ezek a fontosabb történések. Szerintem érdemes megállni és néhány szót ejteni az úgynevezett generációs csoportokról is, hogy milyen politikai és kulturális elit vezette az erdélyi magyarságot. Ebben a néhány évtizedben nem beszélhetünk román-magyar viszonyról, magyarságpolitikáról, hogyha nem beszélünk Románia és Magyarország viszonyáról, hát ez most is meghatározza azt, hogy nekünk milyen itt Erdélyben. Illetve szerintem, ha lesz még idő, akkor beszélgetünk arról is, hogy ez a szekuritátéhoz kapcsolódó kérdés, hogy hogyan és miként volt biztonságpolitikai kérdés az erdélyi magyarság. Erre a korszakra nagyon sok forrás van a levéltárakban, Bukarestben, itt helyben, a szekuritáté levéltárában. Erről is kérdezhetnek, hogy milyen tapasztalataim vannak majd a végén. Nagyon sok hagyaték maradt fent, nagyon sok önéletírás és oral history, tehát interjúk is
készültek, készülnek folyamatosan. Tehát kutatni való téma van bőséggel. A képen, nem tudom felismerik-e, György Judés látható, a központban elvtársaival körülvéve, itt van Nikolai Ceausescu is, és sok-sok más elvtárs. Úgy indulunk neki a Ceausescu korszaknak, hogy nézzük meg, hogy mit örököltünk Déstől, tehát melyek a fontosabb dolgok. Az első, 48-ban kijelentette a román kommunista párt, hogy Romániában a nemzetiségi kérdés megoldódott. Innen tovább akkor miről beszélünk? Hát nincs is, amiről beszélnünk. Ha megoldódott, akkor megoldódott a kérdés. Ezt az alapelvet tovább viszik később is, egészen 89-ig. Ennek az a titka, hogy ha megoldódott a kérdés, akkor nincs etnikai külön érdek, külön probléma. Egyénileg vannak megoldandó helyzetek, de az etnikai kérdés nem külön érdekként jelenik meg. Ezt a tovább is viszik. Ennek egy rövid kitérője 52 és 60 között van a Magyar Autonóm Tartomány, amikor az erdélyi magyarság egy része, a székelyföldi magyarság kollektív etnikai jogokat kap, autonóm tartomány. De ez is megszűnik 56-ban, amikor a román állam átértelmezi a kisebbség és többség viszonyát, és ettől kezdve bizony megszűnik a tartomány is, ahogy mondta, gondolom Bottoni mesélte erről a múltkori előadásban, 60-ban átszervezik. Igen ám, de Romániában beindul egy új folyamat. Szakít Románia a sztálini internacionalizmussal, és rátér a nemzetépítő útra. A román nemzetépítés felveszi azt a fonalat, amit elhagyott a II. Világháború közben, előtt. Felveszi ezt a fonalat. 58-ban eléri, hogy a szovjetek kivonuljanak Romániából. 64-ben szembe megy a Szovjetunióval, visszautasítja a Valev tervet, aminek az volt volt egy olyan projektje a Szovjetuniónak, hogy létrehozza a Kelet-Európai Uniót, a Szocialista Országok Unióját, amelyben az országok már szakosodtak volna, tehát Romániának a keleti és déli része az a mezőgazdasági szférához tartozott volna, a mostani Moldovával és az ukrán-orosz fennsíkkal. A románok ezt elutasítják, és külön útra térnek, tehát külpolitikában külön út. Ez a jellemzője, és ezt Ceausescu is tovább viszi. A rendszer működésében, tartalmában sztálinista, tehát szocialista, kommunista, sztálinista, külpolitikájában pedig egy picit különutas, elkezd nyugat fele kacsingatni, már Dézs idejében, de Ceausescu is ezt folytatja, kapcsolatba kerül Franciaországgal, Nagy-Britanniával, az Egyesült Államokkal, hát a 60-as évek végén, 70-es évek elején Nixon elnökkel találkozik, Ceausescu, Charles de Gaulle francia elnökkel és a brit királynővel is, aki addig mindenkit túlélt, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, vele is találkozik, és a nyugat értékelve azt, hogy van egy trójai faló a szocialista táboron belül, engedi Romániának a második harmadvonalú technológiát. De az első Dacia-k azok ugye tudják, hogy Renault alapokon működtek. Tehát nagyjából Románia egy ilyen érdekes utat jár be, ez nagyon fontos. Igen ám, de nemzetiesítés kezdődik az irodalomban, a román történetírás szakít a szovjet internacionalista történetírással, a nemzeti történetírás kerül előtérbe, és itt először kezdődik egy leépülése a magyar térhasználatnak, magyar utcaneveknek, és 58-ban egyesítik a Bábest a Bolyaival, és a magyar tannyelvű liceumokat is vegyes tannyelvűvé teszik. A magyar káderek, akik meghatározó szerepet töltöttek ebben az időszakban be, azok háttérbe kerülnek, tehát a politikában is kevesebb szerephez jutunk. És itt Fazekas János példája annak, hogy hogyan szorulnak vissza a magyar emberek, és Magyaros Sándor pedig a régi generációhoz tartozik, aki nyugdíjazástatása révén kivonul a képből, és akkor most az első anekdota következik, mert minden 10 percben mondok valami pihentetőt is. A 3 hetes visszatérés az azt jelenti, hogy Magyaros Sándor kommunistának vallotta inkább magát, mint magyarnak, és ehhez hűen, és ateistának, és ehhez hűen tartotta magát, amíg egészsége és ereje adott volt. Azt mondja a városi legenda, hogy a halál tusájának utolsó 3 hetében, 4 hetében, most mellékes, hogy hány hét, nagyon sokat imádkozott, felhangon,
magyarul, és csak magyarul tudott megszólalni. Tehát ez a városi legenda, nem tudom, hogy ebből mennyi igaz, de valószínű, hogy van valami alapja ennek. Tehát ezt örökli meg Nikolaj Ceausescu, aki itt most a Kultúrpalota lépcsőjénél áll, és a tartomány egyik tervezetét, projektjét bírálja, és láttamozza. Tehát 65-ben veszi át a hatalmat, és folytatja, mint azt említettem már, folytatja a különutas politikát, de 65-ben lezajlik a 9. pártkongresszus, és új alapelvek jelennek meg. Tehát Ceausescu külpolitikában folytatja a Dézs vonalat, belpolitikában pedig egy új rendszert próbál meg felépíteni, itt csak az alapjait teszi le, ez később nő ki majd, és később, tehát kinő a 70-es években, 60-as évek végén, és eltorzul a 80-as években, de a mag az itt lett elvetve 65-ben. Itt lehet látni, hogy melyek az új alapelvek. A szocializmus győzedelmeskedett, és sor fog kerülni a közigazgatási területi átrendezésre, ez egy fontos dolog már. A szisztematizálás is megjelenik, ez is csak később teljesedik ki. És a nemzetgazdaság, tehát újra fogják gondolni a gazdaságot. Új alkotmány jelenik meg, tehát egy új rendszernek a csírái. Ahhoz, hogy Ceausescu folytatni tudja ezt a nemzeti vonalat, ezt a bátor külpolitikát, illetve mindezt, ezeket az elvetett magot kitermessze, kinövelje, szükség volt egy kompromisszumra a társadalommal. Szükség volt arra, hogy levezesse a szelepeket a társadalommal szembe, és ezt megtette a románokkal szembe is, és megtette a magyarokkal szembe is. Egy másik fontos elem, ami nagyon fontos, hogy a szocialista nemzet második felvonásához érkezünk, ez azt jelenti, hogy volt minden szocialista országnak egy ilyen elmélete, hogy az új szocializmusban egy új nemzet születik. Az 50-es években azt mondták, hogy a kisebbségek vagy a különböző rétegek azok nem egyénenként, hanem kollektív entitásként csatlakoznak. Tehát van egy nagy halmaz, és abban kicsi apró halmazok. No, itt azt mondja az új elmélet, hogy nem, hanem nem csoportként, hanem egyénként csatlakozunk. Tehát el tudják képzelni, hogy ez mi a különbség, amikor egy nagy halmazban sok pici apró pötty van, nem kicsi apró halmaz, aminek mégis van egy saját belső kohéziója. Tehát ez az elmélet, és már először kimondják nyíltan, hogy lesznek nemzetiségek, akik gyorsan integrálódnak, ezek a törökök, tatárok, a kicsikék, akiknek nem volt már oktatási rendszerese, és lesznek olyanok, amelyek később integrálódnak, az asszimiláció kérdése is felmerül. És az a lényeg, hogy nincs kollektív szintű integráció, tehát nincs kollektív jog. Tehát ma is azt kérjük ugye a román államtól, azt kértük 89-től errefele, hogy vagy autonómia, vagy statútum. Tehát, hogy külön entitásként nekünk szóló törvénycsomag legyen. Ezt nem adta meg a román állam. Autonómiát egyszer adott, ugye, amiről most beszéltünk a sztálini korszakban, statútum pedig 46-47-ben volt a párizsi békeszerződés előtt gyorsan, és addig is tartott, tehát, amennyit mondtam. Nagyon sok munkalátogatásra megy ekkor, tehát nyit, és minden látogatáson két mondatban köszönti a magyarul is az adott települést, hogy éljen a magyar román kommunista párt, ahogy ő mondta, így. És, de megalakult most először egy olyan bizottság, ami a kisebbségi ügyekért felel, erre nem volt példa a Dézs utolsó időszakában. Ugyanakkor tovább folytatódott a szocialista propaganda, az egyház ellenes megnyilvánulás, de már nem a dézsi terrorral, hanem egy sokkal rafináltabb, kifinomultabb eszközzel, és csak nagyon, mert nincs időnk mindenre kitérni, mondom, hogy tehát például a papokat most nem börtönözték, mert 64-ben amnestia volt, hanem a Securitate kiépítette azt az ügynök hálózatát, amivel az egyházakat is beállózta, és megpróbálták belülről irányítani az egyházat. Tehát ez a különbség, de erről is kérdezzenek nyugodtan, szívesen beszélek. És elérkeztünk 1968-hoz, az első nagyon fontos, magyar szempontból fontos évhez. Hát ez egy fontos év, 68, fontos, mert lezajlik a párizsi diáklázadás, kitermelődik az a politikai elit nyugaton, amely meghatározta Nyugat-Európa, az Unió akkori életét,
és ugye most zajlik a nagy vita, hogy én azt mondom, hogy, tehát, hogy a fogyasztói társadalmat, a fogyasztói Európát ez az elit, a 68-as termeli meg. Azt hiszem, hogy sokan bírálják, sokan nem bírálják, mindegy, ebben nem megyek bele. Egy viszont probléma, hogy ez a társadalom és ez az elit nem tudja újra termelni magát, ez egyik nagy problémája ennek a 68-as európai elitnek. Prágában reformfelkelés van, és akkor tegyük hozzá, hogy 68-ban a Pink Floyd megírta a Julia's Dream című számát, ami egy, a popkultúrának egy újabb irányát, tehát azért is fontos ez a 68-as év, irányát indítja el. Tehát, hogy történnek Európában, történnek dolgok, a szocialista táborban is, Ceausescu pedig hozzálát a grandiózus tervéhez, és ebben részei a magyarság politika is. 68-ban megyésítésre kerül sor, tehát megyéket terveznek, hogy megyék alakuljanak. Itt kicsit lassítok, hogy lássák meg, itt egy tervezetben egy nagy Hargita megye szerepel. És fölmerült a magyar kérdés is a megyésítés során, elsősorban a Székelyföld kapcsán, és a Székelyföld is két viszonylatban, hogy mi lesz a Székelyföldben élő magyarsággal, egy tömbben marad, egy adminisztratív egységben, vagy pedig szétszórják, illetve bármennyire is szép volt a Magyar Autonóm Tartomány, nem voltak komolyabb gazdasági beruházások Vásárhelyt leszámítva, úgyhogy Székelyföld gazdasági periféria maradt folyamatosan, és egyértelmű volt, hogy valamit tenni kell, és föl kell zárkóztatni, nem csak a Székelyföldet, hanem más román vidékeket is. Három tervezet volt, volt egy csak Alexandru Drögics egykori belügyminiszter által támogatott terv, hogy visszaállítani a régi megyéket, a Háromszék, Udvarhely, Csík, stb. Megyéket. Volt egy nagy Székely megye ez, és ennek Csíkszereda lett volna a központja, és volt egy kis Székely megye, amelyet a brassóiak és egyes bukaresti körök támogattak, miszerint ez a háromszéki rész az kerüljön Brassó megyéhez. Kompromisszum született, nem alakult meg a Nagy Hargita megye, de elérték a háromszékiek egy nagyon komoly belső mozgalom révén, egy nagyon kemény lobby mozgalom révén, elérték, hogy Brassótól megszabaduljanak, és megalakult Kovászna megye, és volt még egy kompromisszum, csíkszeredaiak az utcára mentek több ezren, de ez már nem román-magyar foci meccs volt, hanem csíki udvarhelyi hoki meccs. Tehát az utcára mentek azért, hogy Csíkszereda legyen a Hargita megye központja, és ne Udvarhely, mert miután megszűnt a nagy verzió, akkor azt mondta Fazekas János, aki Udvarhely párti volt, hogy azért Udvarhely jobb fekvésű. A csíkiak egy küldöttséget küldtek Ceausescuhoz, és Ceausescu megszakította a nagy nemzetgyűlési tanácskozásokat, és egy órán keresztül fogadta, és meghallgatta a csíkiakat. Még válaszolt is nekik, mert a csíkiak azt mondták, hogy Ceausescu elvtárs, képzelje el, hogyha mi el akarunk majd valamit intézni, akkor föl kell kelljünk hajnalba, és át kell menjünk a Hargitán Udvarhelyre. Ceausescu azért okos nem volt, de intelligens nagyon, nagyon is az volt, és visszaválaszolt, hogy de az udvarhelyeknek nem kell ugyanúgy felkelni hajnalban, és átmenni. De igen, de nekünk van vasútunk, nekik nincs, mondták a csíkiak, és a csíkiak határozottabbak voltak, és elérték céljukat. És ekkor kezdődik a Székelyföldön egy gazdasági beruházási hullám. Szerintem a Székely akció és a 40-44 közötti magyar gazdasági beavatkozást leszámítva ez volt a legnagyobb, ami a történelem során, gazdasági modernkori történelem során gazdasági beruházásként a Székelyföldre ment. Tehát a Székelyföld gazdasági arculata, ami 89-ig létezett, az ekkor alakult ki. Az átlagnál kisebb mértékű, de volt. Sütő Andrást látjuk, aki dedikált valakinek, nem tudom, hogy kinek. De az ő képével azt féljeleztem, hogy volt egy értelmiségi találkozó is, Ceausescu, tehát nyitott, említettem, hogy nyitott a társadalom irányába, és meghallgatta a magyar értelmiségiek panaszát is. 68 nyarán fogadott körülbelül 30-40 magyar értelmiségit, akik most először az 50-es évektől számítva lehetőséget kaptak arra, hogy elmondják a véleményüket a pártvezetésnek. Itt Ceausescu leült egy asztal mellé, Fazekas János mellette, és mindenki mondta a problémákat. Itt szó esett
Oktatási kérdésről megint kértük a statútumot. Emlékezzenek vissza, hogy ez mindig egy ilyen visszatérő paripánk, ilyen vesző paripánk ez, hogy kérjük a statútumot. Kérték a politikai foglyok rehabilitálását, tehát akiket 64-ben amnestiával illették, de hogy helyezzék vissza a jogaikba, illetve munkahelyeikre. Oktatásban kértek tankönyveket és új intézményeket, kulturális intézményeket. Részleges sikerekről beszélhetünk, de mindjárt azokról részletesebben. Egy másik fontos dolog is történik 68-ban. Létrehoznak egy szervezetet, a Magyar Nemzetiségű Dolgozók Tanácsát, MNDT, amelynek szintén alig volt előzménye, hisz tudjuk azt, hogy a II. Világháború után 45 és 53 között létezett a Magyar Népi Szövetség, azt bezárólag nem volt semmiféle önálló magyar szervezet. Hát ez sem önálló magyar szervezet, nincs jogi státusa, nincs pecsétje, de van Bukaresttől le vidékig egy hálózata, és azt a szerepet szánták neki ebben a kezdeti fázisban, hogy közvetítsen, tehát a magyar közösség problémáit közvetítse a pártvezetéssel. Neves értelmiségieket és pártvezetőket neveztek ki az élére. Csütő András tagja volt, Domokos Géza tagja volt, Gere Mihály volt egy időben az elnöke, Domokossal váltogatva egymást. És ez egy ilyen szervezet volt, és gyakorlatilag a 70-es évekig ezt a telepét be is töltötte. Ha erről is akarnak részletesebben, akkor kérdezzenek, ennek is a történetét feldolgoztam. Ez jellemezte a 60-as éveket, és ez az enyhe mosoly is, itt Fazekas János látják, aki nagyon derűsen mosolyog udvarhelyen, mert vigasztalja az udvarhelyieket, hogy ne bánkodjatok, hogy nem lettetek megyeközpont, kaptok két gyárat, a Cérnagyárat és még valamelyik másik üzemet, akkor indítják udvarhelyen, és megkapta udvarhely a municipiumi rangot is. Ez egy ilyen látogatás, és hát látszik, hogy azért jó a hangulat. És a 60-as években, pontosan ebben a lazító időszakban az építkezés, az intézményépítés időszakáról beszélgethetünk. Az új megyékben új kulturális intézmények, lapok alakulnak, ugye van egy gazdasági fellendülés, a fogyasztásban is, itt az idősebbek emlékezhetnek, hogy a 60-as évek végétől, 70-es évektől beszélhetünk arról, hogy egyre több elektronikai háztartási cikk jelenik meg, az autó terjedt, tehát hogy van egy gazdasági prosperitás, főleg a gyógyudésféle időszakhoz viszonyítva. Ugye épül a helyi öntudat építése Székelyföldön, megjelenik Bukarestben a Hét nevű folyóirat, a Kriterion könyvkiadó, fogadni mernék nagy tételben, hogy nincs olyan hallgató itt, akinek a polcán legalább egy Kriterion könyv ne lenne, ebben nagy tételben mernék fogadni. A magyar progresszív kultúra az fejlődik, folyamatosan aktív. Oktatásban is vannak sikerek, új magyar tannyelvű liceumok alakulnak, a Bolyai akkor alakult vissza magyar tannyelvű liceummá, aztán utána később megint megváltozik, aztán megint visszaalakul. Azért mondtam, hogy az állandó új és újjáépítkezések története a mi történetünk. A szakoktatásban pedig nincs nagyon előrelépés, nagyon kevés tantárgyat tanítanak magyar nyelven, és ez azért fontos, ma a rendszernek egyik öröksége az, hogy a magyarok folyamatosan bizonyos szakmákból, szakterületekből kiszorulnak, és a rendszerváltásra elérünk arra a szintre, hogy bizonyos, főleg jól fizető, vagy stratégiailag fontos szakmai ágazatokban már nemhogy számarányunk, nemhogy nem vagyunk felülreprezentáltak, mint voltunk a két világháború között, hanem már a számarányunk alapján sem vagyunk jelen, sőt, kisebbségben vagyunk. Hát egyik gyökere innen. És ezért annyira fontos napjainkban is a szakoktatás. Tehát a 60-as években az intézményépítés korszaka zajlik egészen 1971-ig, amikor egy új tézis jelenik meg. Ceausescu konszolidáltak érzi a hatalmát, megvan minden. Tehát elitcsere megvolt, hozzá hűséges káderek vannak minden megye élén, tehát tehát mindenki, aki a Déshez kapcsolódott, az süllyesztőbe került. Tehát politikailag konszolidált, van egy gazdasági újjászervezés, külpolitikában nagyon aktív, és úgy látja, hogy itt az idő arra, hogy egy lépéssel tovább, határozottabban tovább lépjen azon alapelvek megvalósításában, amiről beszéltem a 60-as években.
Van egy gazdasági vita a pártban, Jón György Maurer egy technokratább, értelmesebb, műveltebb ember volt, ő a reformokat szorgalmazta, Ceausescu pedig a neosztálinista, erőltetett iparosítás irányvonalat. Hát tudjuk, hogy ki győzött ebben a vitában. A pártvezetés konszolidált, ezt mondtam, és kezdődhet a mini kulturális forradalom, ami ideológiailag újra rátelepszik a társadalomra. Az, ami nyitás volt eddig, most újra ideológiai szigor alá kerül, és ekkor jelennek meg az első dokumentumok a szisztematizálásról, a területrendezésről. Tehát megvolt a közigazgatási váltás, most jön a városok és falvak arculatának átalakítása. Néhány intézkedés, ami megtörtént ebben az időszakban. Ezt nézzék meg, addig iszom egy kortyvizet. Káderrotáció, tehát senki nem tölthetett be egy funkciót egy adott idő, de 3-4 éven túl, és megválasztják Nikolaj Ceausescut a párt az állam elnökének, ami azt jelenti, hogy minden hatalmi szál az ő kezébe került. 84-től egy töréspont következik be, még ezt a 70-es évekbeli szigorítás egy újabb fázisba lépett, és ezt a fajta szigorítást nehezíti egy gazdasági válság is. 70-es évek végétől kitör az olajválság, és Romániának egyrészt a gazdasági rendszerében már benne volt kódolva a neosztálinista irányvonal miatt, hogy problémák lesznek a termelésben, de ugyanakkor jön egy gazdasági válság is, és ezt sem tudják kezelni, és ez a kettő tovább rontott az ország gazdasági állapotán, úgyhogy közellátási zavarok jelentkeznek, erre is az idősek már emlékeznek, még én is gyerekként, és nincs reform. És felteszek egy nagyon fontos kérdést akkor most, hogy tudják-e önök, hogy miért épült a Ceausescu rendszerben egymástól egy kilométer, miért épültek egymástól egy kilométerre az élelmiszerboltok? Azért, hogy a sorok ne zavarják egymást. És az ország ezzel párhuzamosan, tehát hogy ideológiailag visszafordul, ideológiailag beszárkózik, azt eredményezi, hogy elszigetelődik külpolitikailag is, és itt már nem Richard Nixon van, itt már nem a brit királynő van, hanem itt valamelyik indiai vagy pakisztáni dicső államférfi. És Románia ebbe az irányba orientálódik, elszigetelődik nyugaton, és már nem csak a derék csíkiak mennek ki tüntetni, hanem 77-ben sor kerül a zsilvölgyi bányászlázadásra, aztán 85-ben Brassóban egy nagyobb lázadás tör ki, ez is egy roppant izgalmas téma. És azért fontos a gazdaságról beszélni, mert ez a rossz gazdasági politikai állapot kihatással van a magyarság politikára is. Tehát minél elszigeteltebb egy rendszer, minél nagyobb politikai gazdasági válságba kerül, annál inkább keresi a kiútat, keresi a bűnbakot, akire rá lehet irányítani a figyelmet. Már az ókortól kezdődően ez egy bevett szokás volt, általában, ha nem, itt vannak középkorászok is, ha nem csalódom, akkor sokszor a zsidó kereskedőkön vagy gazdasági embereken verték el a port, tehát amikor bármilyen krízis alakult. Itt most egy egyre erősödő magyar ellenes, nacionalista diskurzus jelenik meg. A pártvezetésben még nyíltan nincs magyar ellenes uszítás, de már engedik az irodalomban, a közéletben, az újságokban ezt az uszítást. Johann Lecrun Jean, Kovündöszte Transzilvániát című könyve egy ilyen mintapéldája ennek, amikor nyíltan a magyarok bűnösségére utal, 44 között elkövetett hortista, fasiszta bűnökre. Ezeket a könyveket tízezrével nyomtatják, és annyian is olvassák, úgyhogy ennek van egy társadalmi hatása. Elkezdődik a társadalom figyelmének az elterelése. Ugyanakkor nem csak így lép a román kormány, az akkori román kormány, hanem szakít azzal a hinta politikával, ami eddig jellemezte, és a 71-es ideológiai fordulatra hivatkozva egyre inkább kontroll alatt tartja a magyar kulturális intézmények tartalmi részét. Tehát már nem lehet kimondottan csak magyar témákat megjeleníteni, ezt most én egyszerűen fogalmazom, hanem egyre többször
a magyar kulturális termékek leszorítkoznak arra, hogy nyers fordításban fordítsák, tolmácsolják a román nyelvi propaganda irodalmat. Tehát ezt most azért mondtam, hogy akik nem járatosak ezekben az elemzésekben is megértsék. És hát mi sem jelzi jobban, hogy a 60-as években a kisebbségeknek a megnevezés az együtt élő nemzetiség volt, ezt tudjuk, ezt lehet a szót, a jelentését ízlelgetni, tehát együtt él egy nemzetiség másokkal, és mennyi, mi a különbség a magyar és német nemzetiségű román dolgozók megnevezése. Tehát magyar és német nemzetiségű, de van már fölöttük egy ilyen összefogó fogalom, ami románná teszi őket, románná minősíti őket, és a végén már eljutunk oda, hogy nincs, tehát hogy a magyar helységneveket vagy németeket sem lehet használni, hanem csak a románt, úgyhogy nagy örömmel jöttem most Türgumuresre, mondtam volna akkor 89-ben, de nem mondtam volna azt, mert a magyar elit és az újságírás is nagyon leleményes volt, használta a kódolt jelbeszédet, és akkor azt mondta volna, hogy nagy örömmel jöttem a marosparti városra, vagy más típusú megközelítésben. Tehát ezek voltak a nagyobb korszakok, tehát ugye 89-ig, 80-as évek, és akkor vessünk néhány pillantást arra, hogy milyen politikai és kulturális magyar elit határozta meg ezt a korszakot. És azt jelzem mindenkinek, hogy ez legyen egyszer világos, hogy ebben az időszakban a román kommunista párt az egyetlen csatorna, hálózat, amin keresztül lehet bármit is csinálni. Azon kívül van élet, de nem közélet és nem politikai élet. Tehát ez egy alaptézis, tehát csak a párton belül lehet gondolkodni ebben az első időszakban. Az első nagy generáció, ugye 68-ról beszéltem, én a 68-asoknak nevezem őket, mert 68-ban voltak karrierjük csúcsán. És akkor itt van néhány meghatározó személy, politikából is és kultúrából is. Király Károly, Sütő András, Domokos, Hajdú Győző, Bodor, Gere Mihály, Fazekas János, Huszár Sándor, és még sorolhatnánk, tehát mindenféle szinten megvolt. Ezt a generációt két dolog jellemezte az én meglátásom szerint, párthűség és közösségszolgálat. Tehát ideológiai szempontból lojálisak voltak a román pártvezetéshez, hisz magas funkciókat töltöttek be a pártvezetésbe. De ugyanakkor volt a két világháború közötti hagyományokra épülve egyfajta erős küldetéstudatuk is, a népszolgálatiság elvéből kiindulva, hogy nekünk szolgálnunk kell a közösségünket. Tehát magyarán azt a 60-as években létező és prosperáló kulturális intézményrendszert, magyar kulturális intézményrendszert, a magyar adást, a kritériumot vagy bármit, ez a kulturális elit, ez a 68-as tartja, hozta létre, tölti ki tartalommal és építi, mozgatja, dolgozik benne. A 60-as években, amikor van rá lehetőség, kihasználják a román nemzetépítés lehetőségeit, és a román nemzetépítés farvizén, amíg van magyar kulturális intézményhálózat, egyfajta lokális magyar nemzetépítésbe kezdenek, nagyon sok honismereti, néprajzi, helytörténeti vonatkozású dolog zajlik le, és ez mind-mind-mind, vagy ugye a rádióműsorok és a magyar televízió, a román televízió magyar nyelvű adása is egy ilyen hordozója volt a magyar népi kultúrától egészen a popkultúráig, tehát hogy fontos csatornája volt ennek. Jó pozícióik voltak a pártban, központi bizottsági tagok voltak ezek az emberek, Fazekas János miniszter is volt, Király Károly ilyen megyei elnök is volt, Sütő András nagy nemzetgyűlési képviselő is volt, Domokos Géza központi bizottsági pottag is volt, tehát hogy nagyon jó pozíciókban vannak. Igen, ám, de mi történik a 80-as években, amikor a rendszer nem teszi már lehetővé számukra ezt a kettős identitást, amikor megszorítja ezeket a lehetőségeket, és az az egész intézményes hálózat, az a küldetéstudat, ami őket vezérelte, ez a közösségszolgálat, népszolgálat, az megkérdőjelezik, mit tesz egy 60-as, 50-es éveiben járó generációs csoport. Én úgy látom most, jelen pillanatban, az utókor szemszögéből nézve, hogy három stratégia, három életpályáról beszélhetünk, és kezdem arról, ahol a legkevesebben voltak, az, hogy disszidensé válsz, szembefordulsz egykori önmagaddal, a párttal. Király Károly vállalja 70-es évektől kezdődően, hogy disszidens lesz. Én ezt úgy nevezem, hogy etnikai disszidens. Azért, mert nem magát az ideológiát kérdőjelezi meg, nem a kommunista ideológia ellen
lázad, ezt ki kell mondani, ez nem, tehát nem az ellen, hanem a párt kisebbségpolitikája, Magyarország politikájának a rossz döntései ellen. És Sütő András is élete utolsó szakaszában ilyen szerepet vállal. Én nagyon nagy fegyverténynek tartom azt, hogyha valaki élete egyik szakaszában eljut egy olyan pontra, egy olyan ponthoz, amikor szembenéz egykori önmagával, és képes belátni a tévedéseit, hibáit, képes egyáltalán ezeken gondolkodni. Sütő András ezt megtette. Van egy nagyobb réteg, egy nagyobb csoport, a többségük, akik a lassú visszavonulást, elhallgatást, nyugdíjaztatást választják, ugye például Bodor is Magyarországra távozik, és amikor egy-egy olyan időszak van, amikor meg kell szólalni, vagy alá kell írni valami kiadványt, akkor megteszik, de a nyílt szembefordulást nem vállalják. Ezek emberi, egyéni döntések, nekem nem tisztségem megítélni, hogy ez jó vagy nem jó, de ilyen történetekről is beszélhetünk. És van egy másik réteg, erről is beszélni kell, akik az együttműködést választják. Tehát továbbra sem lépnek vissza, és mondok egy kulturális példát, és mondok egy politikai példát, Hajdú Győző és Gere Mihály. Tehát Gere Mihály a pártvezetés központi bizottságában marad, olyannyira, hogy 89-es forradalom után még néhány évet ül börtönbe is, ott megbetegszik, és aztán később elhuny, és Hajdú Győző történetét pedig Marosvásárhelyen nincs miért mondanom. Sokat gondolkodtam, hogy miért. Hajdú Győzővel kétszer is megbeszéltünk interjú időpontot, és aztán nem volt hajlandó beszélgetni. Másokkal, innen sokkal, szinte mindegyikkel volt interjúm. Leszámítva Fazekast és Huszár Sándort, mert Fazekas meghalt, de a Fazekas hagyatéka az Budapesten kutatható. Azt átnéztem, a képek is onnan vannak, és ez is, ahol a Fazekas irodájában van egy tárgyalás. Nos, miért választja valaki a hatalommal való további együttműködést magyar emberként, amikor elég kenyértörésre kerül a sor? Ennek lehetnek egzisztenciális okai is, tehát hogy meg kell élni valamiből. Tehát Fazekas Jánosnak olyan levelei vannak a 80-as évek végéről, amikor arról én olvastam ezt személyesen, arról panaszkodik, hogy beázott a lakása, vigyék el egy másik lakásba, fázik. Tehát a rendszer kiköpi magából és magára hagyja. Ezek az emberek nem halmoztak, tehát legalábbis Fazekas nem halmozott vagyont föl, tehát ő teljesen leszengényedve élte meg a rendszerváltást, és magyarországi kiköltözéséhez pedig akár eladta szó szerint a hagyatékát. A másik a titkosszolgálatokkal való együttműködés, tehát mennyire vagyunk egybefonódva a titkosszolgálatokkal, mennyire vagyunk magyarán zsarolhatóak ebben, hogy hogyan hozunk meg döntéseket. Ez is egy tényező lehet. A másik, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a hátországunkkal, mennyire szakadtunk el a saját közösségünktől. Tehát mennyi időt töltöttünk Bukarestben, úgymond, van-e feedback, visszakapcsolás a közösségünk között. És vannak egyéni ambíciói is. Tehát Hajdú Győző esetében minden olyan tisztséget, amit addig nem sikerült elérnie Sütő András miatt, mert nem vagyok irodalom elemző vagy tudós, csak laikus értelmező, de azt kimerhetem jelenteni, hogy Sütő András nagyobbat produkál sokkal, mint a Hajdú Győző a kreativitás terén. Nagyobb szerepet volt a közéletben, a magyarság vezetésében, tehát mindenféle pozíciót megörökölt, és nagyon is átvett. És én azért mondtam 1984-et vízválasztónak, van egy fantasztikus levél, amelyet Hajdú Győző nem álnéven, vagy nem informátorként nyíltan aláírva eljutott a pártvezetéshez, és pontról pontra, 84-ben ezekről az emberekről mindenkiről elmondja, hogy mire kell vigyázni a román pártvezetésnek az ő esetükben. És innen kezdve 84-től a Magyar Nemzetiségi Dolgozók Tanácsából mindenkit kirúgnak, aki nem választja a rendszerrel való együttműködést. Jön a következő generáció, hát itt Domokos a 68-asokhoz tartozik, de mellett a másik Géza az már nem, és ezt a képet találtam így, most így hirtelen. Amúgy Domokosról engedjék meg, hogy mondjam el, hogy volt egy olyan mondása, hogy amit én megfontolannak tartok, vagy akár beszélgessünk az előadás után erről, ő azt mondja, hogy a kutyát megkötik egy karóhoz, és láncon van, ez szimbolikusan az ő sorsára is érvényes, hogy meddig mehet el, hogy nem teljesen szabad,
És ő azt mondja, hogy amíg így körbe-körbe tekeredik a lánc, szűkül-szűkül, de amíg van egy méter szabad lépési lehetőség, addig ő ott marad. És ott is maradt, és nem hiába, hogy a 89 után újjáépülő, vagy akkor épülő RMDS-nek a gyakorlatilag a Domokos Géza féle hálózat volt az egyik alapja, többek között nem csak. Na, ez a 70-es, 80-as évek új generációja, nagyon sokan kolozsvári értelmiségiek, ez egy új generáció. Az a jellemzőjük, hogy semmiféle lehetőségük sincs a pártban bármilyen szerepet betölteni, a rendszer már tolja ki a nagy öregeket is, tehát nincs pártbeli integráció, a párton kívül állnak, de érdekes módon pont ezért saját önszerveződő köröket, értelmiségi köröket hoznak létre, értelmiségi akciókat, és például a Románia egyetlen szamizdat, tehát tiltott, titkos folyóirata az ellenpontokat ez a generáció hozza létre, de a Limeszkört, a Csíkszeredában kiteljesedő KAM regionális antropológiai kutató mozgalmat, tehát minden városban volt egy ilyen értelmiségi hálózat, és ezek az emberek már nem hisznek abban, hogy a párton belül el lehet intézni a problémákat, ők már Magyarországban gondolkodnak, a magyar diplomácia segítségében és a külföldi közvélemény nyomásgyakorló szerepében hisznek. Egy újabb, ezt a biztonságpolitikát a végére hagyom. Beszéltünk Magyarországról, tehát Magyarország nélkül sem beszélhetünk erről a korszakról. Tehát a magyar-román viszony meghatározta a román párt nemzetiségpolitikáját is. Ez a képen ugye ismerős a két szereplő, Nikolai Ceausescu és Kádár János, a román és a magyar pártvezető. Látható a 77-es nagyváradi debreceni találkozón készült ez a kép. Magyarország 56 után egy ilyen defenzív külpolitikába szorul, még a szocialista országok között is elszigeteltnek számított. 58-ban Kádárnak kell tenni egy nagy körútat mindenfele, hogy a magyar diplomáciai esélyeket valahogy visszahozza. Igen ám, de Romániában ez az év már egybeesett a nagy dézsi fordulattal, amikor egyesítik az egyetemeket, megszüntetik az önálló magyar tannyelvű középiskolákat, készül a Magyar Autonóm Tartomány bedarálása, és Magyarország ebben a nagy defenzív, védekező politikában asszisztál ezekhez a kérdésekhez, és gyakorlatilag a kádári vezetés végig vonatozza azt a két és fél napos itt létet. Azt el kell mondjam, hogy láttam a jegyzőkönyvét, ennek is feldolgoztuk, és szegény Kádár Jánost a szó szoros értelmében megvonatoztatják Romániában, tehát a két és fél nap alatt bejárja Erdélyt, Moldovát, és azt hiszem, hogy Krajován is volt, és ezt az időt a vonaton töltötte. Tehát gondolják el, hogy mennyire volt pihentető, vagy milyen lehetett. Néha azt sem tudta, hogy hol van, mert két hatalmas magyar bakit is elkövetett. Kolozsvár állomásán köszöntötte az ott levőket úgy, hogy Kolozsvár gyönyörű főterén milyen jó lenni. Tehát nem tudta, hogy vagy a beszéde másképpen volt megírva, ezt nem lehet tudni, de és Marosvásárhelyen pedig azt a orbitális hibát Bakit követte, hogy azt mondta, 58-ban Marosvásárhelyen, a lakosság 80%-a magyar, hogy itt még élnek magyar származású emberek is. Tehát ezt nagyon zokon vették a marosvásárhelyiek. Tehát 58-ban aztán lassan egy ilyen tapogatózó politikai fordulat kezdődik Magyarországon is, de ez még távol áll attól, hogy keményebben fellépjenek. A 60-as évek tapogatózása arról szól, hogy Kádár a mosoly diplomáciában hitt. Ez azt jelenti, magyarra fordítva, hogy az az alapelv, hogy ha jó viszonyban vagyunk az adott országgal, jók a gazdasági kapcsolataink, vannak közös sikerélményeink, akkor az jó lesz a kisebbségnek is. És ő ezt a politikát próbálta ezeken a 66-os, 72-es, 77-es találkozókon is erőltetni, kikényszeríteni. Csak volt egy nagyon fontos probléma. Amikor 66-ban megnézték, hogy mi valósult meg az 58-as közös pontokból, akkor kiderült, hogy 20-ból 2. Amikor 72-ben megnézték, hogy a 66-osból mi valósult meg,
15-ből 3. Tehát, hogy csak nem nyílt meg az összes határátkelő, csak nem érkezik az a könyvcsere teljes mennyiségben, valami mindig elakadt, és amikor 77-ben megnézték, hogy 58-tól 77-ig mi valósult meg a kétoldalú tárgyalások ígéreteiből, egyezményeiből, kiderült, hogy majdnem semmi nem valósult meg, semmi sem úgy valósult meg, ahogy azt akartuk volna, és Kádárnak azon elképzelése, hogy az erdélyi magyarság egy híd lehet a két ország között, egy összekötő kapocs, az gyakorlatilag nem működik. Kádár 77-es találkozó után belátja, hogy tévedett, hogy ez nem megy, és azt is mondja a magyar diplomáciai emlékezet, ez már nem is urbánus legenda, hanem inkább tény, hogy már 77-ben Váradon és Debrecenben azt kérte, hogy ne szállásolják el ugyanazon szállodába őt a román pártvezetővel. Pedig, aki a politikában egy picit járatos, én is nagyon jól tudom, hogy mit jelenthet az, hogyha leülsz az ellenféllel, vagy a tárgyaló partnerrel magánbeszélgetésen egy pohár borra este, vagy a vacsorára. Tehát, hogy az a személyes kapcsolatok alakításában ez mennyire fontos. De ő már ezt nem, és 77-től pedig megmakacsolja magát, és többet nem hajlandó találkozni. A román fél 2-3 évente, ezt is végig kutattam, letette a kérést az asztalra, hogy szeretne találkozni. De Kádár azt mondta, hogy előrelépést ezekkel nem lehet, már az akkori pártvezetésre értem, román pártvezetésre, tehát nem lehet. Akkor minek legitimáljam én a Ceausescu féle politikát azzal, hogy egyáltalán leülök vele, és akkor azt mondjuk, hogy a Szovjetunió fele is az látszik, hogy azért mi még tárgyalunk. Tehát többet nem tárgyalunk, mondta Kádár János, és tényleg nem is tárgyalt. Sőt, eljutott egy újabb fordulatra, hát ehhez is megint kellett tizenvalahány év, hogy a magyarországi magyar értelmiség és közvélemény nyomására egy picit szabad kezet adjon a magyar diplomáciának, hogy az kezdjen el a nemzetközi fórumokon tapogatózni, és vigye ki a magyar kérdést nemzetközi fórumokra. 80-as években már a magyar diplomácia, tehát a magyar szocialista munkáspárt által vezetett magyar diplomácia már tapogatózik nyugaton, és keresi a partnereket, hogy az erdélyi magyar kérdést tematizálja. És már ebben az időszakban képesek arra is, hogy az addig párjaként kezelt 56-os külföldi menekültekkel is esetenként együttműködjenek. Hát hisz már jól tudjuk, hogy volt Ceausescu ellenes tüntetés az Egyesült Államokban. Tehát a magyar diplomácia egyre aktívabb. Még egy találkozóra sor kerül 88-ban, meg Rósz Károly, Kádár utódja, azt mondja, hogy ő majd megmutatja, hogy mi a magyar igazság. Hát ment, látott és nem győzött, hanem egy diplomáciai verességgel távozott Aradról. És ez diplomáciai szempontból egy baki volt, mert megint azt a látszatot keltette, hogy ez a két ország tárgyal egymással. Tehát 88-ban kész, ez a tárgyalási lehetőség megszűnik, és már Magyarország végül is már a diplomácia iratok tükrében is, mondjuk a 80-as évek közepétől én átolvastam ezeket a diplomácia iratokat, tehát az álláspont, az a közös álláspont, hogy már csak egy Ceausescu utáni román kormánnyal, román vezetéssel képzelhető el az, hogy bármilyen szintű rendeződésre sor kerülhet. Tehát következetesen Ceausescu utáni korszakról beszélnek. A menekült kérdés egy másik fontos kérdés a két ország kapcsolatában. 80-as évektől százassával, aztán ezressével távoznak hivatalosan, aki tudta, és aki nem, pedig a zöld határon. A magyar fiatalok is, de a románok is nagy számban Magyarországra és onnan tovább. És ez egy fontos kérdés. A magyar politika még a 80-as évek végén is zöld határán átkelők egy jelentős részét visszadobta, és ez nem volt egy kellemes azoknak, akik visszakerültek. Valószínűleg benne volt az is, hogy féltek a kettős ügynököktől, tehát aki nem tudta tisztázni magát kellőképpen, azt visszaküldték a román félhez, és hát és voltak olyanok is közöttük, akik nem voltak kettős ügynökök vagy ügynökök, azok nagyon porul jártak, és hogy visszakerültek a román félhez. De itt erről is készültek elemzések, aki több ezres számról beszélhetünk. Tehát a két ország kapcsolata feszült volt, leterhelt volt a 80-as évek végére. Én úgy láttam, hogy meglehetősen jól tartottam az időt, tehát
még nincs egy órája, hogy beszélek, ha jól tudom, körülbelül még van 5 és 10 percünk, akkor még nyugodtan van lehetőségünk egy nagyon fontos kérdésről beszélni, amióta kisebbségbe kerültünk, azóta egy akut problémának számít, hogy egy országban élő kisebbség az biztonságpolitikai tényező-e vagy sem. Volt arra példa, és van jelen pillanatban is, amikor egy nagyhatalom vagy egy adott ország egy kisebbségre hivatkozva avatkozik be egy másik országba. Gyorsan mondjunk egy példát napjainkban, Krímfélsziget vagy Ukrajnának a másik része, ahol ugye Oroszország az ottani oroszajkú kisebbség ürügyén, jogainak megvédése érdekében lép be. Gondoljanak a II. Világháború során a szudéta németekre, tehát Németország annektálta Csehszlovákia nyugati egy részét, a szudéta németekre hivatkozva, de Magyarország is 40-ben a bécsi döntés következtében pontosan a magyar kérdés miatt. Nos, az a kérdés, hogy mikor tekint nagyon erősen biztonságpolitikai problémaként egy állam a saját kisebbségére, mikor lazít ebben, vagy milyen a kettő közötti viszony. Ha 1945 és 89 közötti részt nézzük, időszakot nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy vannak kisebb-nagyobb hullámvölgyek, de többnyire biztonságpolitikai kockázatként tekintette a román, mindenkori román állam a magyarokra. Hát 45 után, a II. Világháború után egyértelmű, hogy biztonságpolitikai tényező, még nincs lezárulva a 46-os, 47-es párizsi tárgyalássorozat, és a magyar kérdés, és a zsidó is, ugye a zsidó állam ekkor alakul, biztonságpolitikai kérdés. Olyannyira, hogy miután lezárul véglegesen a II. Világháború és a béketárgyalások, és elkezd kiépülni a román szocializmus, akkor már nincs semmiféle veszély, de előveszik még a baloldaliak, a kommunisták körében is azokat, akiknek bármilyen közük volt ez a kicsi időszakhoz, a béketárgyalásokhoz, és esetleg valamiféle adatokkal segítették a magyar diplomáciát. Úgyhogy ilyen nevek, mint Balogh Edgár, Demeter János, Csőgör Lajos, az Orvosi Egyetem egykori rektora, mind-mind börtönbe kerülnek. Tehát az összes olyan baloldali vezető, aki kapcsolatban hozható volt a magyar diplomáciával, ezek olyan vezetők, akik 45-ben azt mondták, hogy a román kisebbségi kérdést Románián keretén belül kell megoldani. Tehát hangsúlyozom, hogy nem hortistákról van szó, hanem baloldali emberekről van szó. És így történt meg többek között az is, hogy a Magyar Népi Szövetség, egy baloldali szervezet vezetője Kurkó Gyárfás, és unokatestvére, a vele egy faluból származó, általunk nagyon kedvelt, és általam is nagyon tisztelt és nagyra becsült Mártonáron püspök, akik ugye teljesen két más utat jártak be, tehát rokonok is meg azonos gyökerekkel rendelkeznek, egyikből egy baloldali, II. Világháború utáni vezető politikus lesz, a másik pedig ugye püspök is egy másik utat jár be. Hát valahol az 50-es évek legelején, 40-es évek végén találkoztak a börtönbe. Tehát ez is a magyar sorsnak egy ilyen érdekes pikantériája. Aztán az 50-es években kiépül a sztálinizmus, az internacionalizmus, Szovjetunió jelen van masszívan mindenhol, szovjet típusú rendszerek épülnek. A dokumentumok alapján nem annyira forró téma a magyar kérdés. Tehát az, de nem annyira forró téma a magyar kérdés. Hát létezik a Magyar Autonóm Tartomány is, tehát miért lenne annyira forró téma. 56 után, miután a román pártvezetés azt a következtetést vonja le, hogy az erdélyi magyarság sokkal jobban, erősebben kötődik az anyanemzethez, mint azt bárki feltételezte volna, még akkor is, amikor megadják a Magyar Autonóm Tartományt, mint külön etnikai jog, akkor ez a fajta megítélés a magyarságnak egyre erőteljesebb lesz, hogy itt problémák vannak, ez biztonságpolitikai kockázat a magyar kérdés, és innen kezdve első lépésként kiépítik a magyar ügynökhálózatot, tehát a magyar nemzetiségű ügynökhálózatot a magyar közösségen belül. Innen kezdve már egyre több magyar ügynök tevékenykedik a rendszerben, és a 60-as évektől pedig Magyarország is felkerül a SZEKU fekete listájára, és pedig
két okból kifolyólag. Egyrészt ugye a magyar nacionalizmusra hivatkozva, és a másik érdekes, hogy Magyarország külpolitikailag nagyon közel van a Szovjetunióhoz, Románia nagyon távol, és a román pártvezetés egy adott pillanatban azt gondolja, vagy feltételezi, hogy Magyarország a szovjetekkel való jó kapcsolata miatt valamiféle módon fel tudja vetni az erdélyi kérdést is, és ez Magyarország, ebből a megfontolásból Magyarország egy biztonságpolitikai tényező, és annak ellenére, hogy egy szövetségi rendszerben vannak a Varsói szerződés tagjai, a román titkosszolgálat kettős vagy egyes, valami ügynököket küld át Magyarországra. 60-as évek közepétől már beszélhetünk arról, hogy a román titkosszolgálat ügynökei Magyarországon tevékenykednek, és mindig azt mondom, hogy beszéljünk az önkritika egyében is, tehát ezek között vannak magyar nemzetiségű ügynökök is, egyértelmű, hisz nyelvi problémák, meg bár mindenféle dolog felmerül. Tehát a 60-as években már Magyarországra így tekint Románia, és a 70-es évektől pedig egy újabb, ugye beszéltem arról, hogy eltorzul a diktatúra, bizalmatlanabb lesz mindenkivel. Képzeljék el, hogy még a Csináklól Flákörá lelkes költőjét is lefigyelték. Hogy hívták? Păunescu, igen. Tehát Păunescu. Tehát Păunescu-nak is van megfigyelési dossziéja. Én láttam. Tehát, hogy van megfigyelési dossziéja. Tehát a pártvezetésben annyira minden önálló véleménye, vagy meghatározó hatással bíró személycsoportot figyel, és a magyar értelmiségiekkel szemben egy újabb bizalmatlansági hullám kezdődik, és már a rendszeren belül tevékenykedő 68-asokat is megfigyelik, Sütő András, Domokos Gézának megfigyelési dossziékat nyitnak, és attól kezdve fél éves, éves, bármilyen jelentésben értékelik a tevékenységüket. Egyre több ember figyelnek meg, és eljutunk a biztonságpolitikai kérdés csúcspontjához 1985-ben, hát mondtam, hogy 84-ben mekkora váltás van, emlékeznek. 85-ben megalakul a SZEKU történetében először egy olyan ügyosztály, ami csak kimondottan a magyar kérdéssel foglalkozik. Eddig különböző igazgatóságok, ügyosztályok részlegei foglalkoztak a nemzetiségi kérdéssel, most van egy külön ügyosztály, ezeknek is fantasztikus dokumentumjai vannak Bukarestben, néhányat láttam is belőle, annak alapján végeztem az elemzéseket. Tehát van külön magyar ügyosztály, a 3-as B, és az ügyosztály elemzései alapján, és azon mosolygok, hogy voltak olyan licenc dolgozatok is, amelyek kimondottan a magyar kérdés kezelésére vonatkoztak. Tehát én láttam marosvásárhelyi tiszteknek ilyen 30-40 oldalas dolgozatát, ami a magyar kérdéskezelésre egy adott régióban címet viselte. Tehát ezek szakmai szempontból nagyon-nagyon érdekesek. És hármas problémaként beszélnek a magyarokról, tehát nem az értelmiségről, hanem a magyar közösségről. Azt mondják, hogy van egy határmenti probléma a határmentén élő magyar közösség keretén belül. Ugye ők kapcsolatban állnak az anyaországgal, fogyasztják az anyaországi médiát, van kis határforgalom, csendcselés, vagy bármilyen más. Tehát, hogy egyáltalán a magyar közvélemény tudja őket befolyásolni sokkal jobban, mint más magyarokat. A zöld határon való tiltott átkelések segítése. Tehát, hogy sok minden volt a csomagban. Van egy másik csoport, ez a szorványvidék, vagy a belső erdei vidék. Itt nem kell ettől tartani, itt csak attól kell, attól kell tartani, hogy valamilyen értelmiségi vagy lelkész, tehát vezető személyiség köré csoportosulva államellenes csoportok alakulnak ki a magyarok körében. És van egy másik csoport, ez a több magyar vidék, ez a Székelyföld, ahol már azzal is számol a SZEKU az elemzéseiben, hogy akár tömeg megmozdulásokra is sor kerülhet a rendszer ellen vagy az állam ellen, és ilyen módon kezeli. Úgyhogy, ha összegzésként a képen Jon Györgyi Maurer táncol egy, azt hiszem, egy erdélyi menyecskével, hát hogyan jutunk el ettől a tánctól a teljesen szétválásig, vagy ez az ideges állapotig, ami a 80-as évek végét jellemezte. Összegzésként elmondhatnánk néhány mondatban, hogy ugye intézményes építkezés
zajlott a 60-as években, egyfajta fellendülés ilyen szempontból, majd elérkeztünk a lassú és majdnem teljes leépülésig. Ugyanakkor ez a 24 év, amiről beszéltem, teljesen maradandó társadalmi, gazdasági és demográfiai nyomokat, folyamatokat hagyott ránk. Tehát azt említettem a felvezetőben, hogy a társadalmi rétegződés teljesen megváltozik, sosem lesz már olyan, mint előtte, és ennek folytán nem is tudunk úgy visszaépítkezni teljesen mondjuk a két világháború közötti modellhez. A rendszer ahhoz is hozzájárult, csak hogy néhány következményt mondjak, a rengeteg közül, hogy a rendszerváltás után nem sikerült visszaszerezni teljesen azokat a gazdasági pilléreket, amelyeken alapult a magyar közösség a két világháború között. A magyar, az erdélyi magyarok elvesztették az összes erdélyi nagyvárosban a demográfiai túlsúlyukat, tehát kisebbségbe kerültek magyarán, sőt, van olyan dél-erdélyi bánsági vonulat, ahol már szinte szorványról beszélhetünk. Ez mind ekkor történt. A gazdaság ugye azt egyértelmű, hogy olyan alapokat teremtett a gazdaságnak, amely magában hordozta, már eleve predesztinálta azt, hogy csak annak a romjain, vagy valahogy ahhoz viszonyulva tudunk, vagy lehet tovább lépni. Ez volt az első olyan tudomásom szerint, de mondjuk lehet erre vitatkozni, de én nem, tehát hogy voltak asszimilációs törekvések folyamatosan a 100 év alatt, de a 80-as évek volt a legkeményebb ilyen szempontból, amikor nyíltan kimondva arra törekedett a rendszer, hogy viszonylag gyorsan asszimilálja a kisebbségeket. És ez olyannyira erőteljessé vált, hogy ahogy azt hiszem szintén már említettem, hogy a rendszerre be volt már kódolva az etnikai konfliktus lehetősége, és olyannyira a lehetősége, hogy ugye ezt is említettem, hogy Vásárhelyen, Marosvásárhelyen 90 márciusában erre sor is került. És mondjak még záró gondolatként egy másikat, egy utolsó gondolatot a románság szempontjából, hogy azt mondják a román kutatók, nem akik az akadémiai szférában kutatnak, hanem akik a CEU-n kutatnak például. Én ott olvastam a CEU könyvtárában, angol nyelven, meg románul is van néhány olyan elemzés, amit nem itthon írtak meg a román történészek, de azt mondják, hogy ugye beszéltem a szocialista nemzetről. Tehát az egységes, nagy, kompakt, román, homogén nemzetet gyakorlatilag ez a rendszer teremti meg. Tehát ekkor különülnek el a leginkább, vagy mosódnak el a leginkább a regionális, lokális tudatban jellemkező jellemzők, és gyakorlatilag a románság ekkortól válik a legegységesebbé, pontosan az ebben a rendszerben nagyon mesterien és jól felépített propaganda, oktatási, kulturális szférának köszönhetően. Tehát ilyen szempontból is a románság is átesett egy hatalmas homogenizációs, nagy átnevelő projekten, és ha már az elmúlt 100 évről beszéltünk, vagy az elkövetkezendő 100-ra is térjünk ki, hogy innen hová tud visszaépülni, vagy a regionalizmus hogy fog jelentkezni, az egy hosszabb folyamat, és az egy aktuál politikai kérdés. Utolsó mondathoz érkeztünk, és pedig az új szóval, hogy köszönöm a figyelmet.